A brit kormány 14 milliárd dollár azonnali segít és 400 milliárd dolláros hosszú távú pénzügyi csomagot állított össze Ukrajna gazdaságának stabilizálásához. A csomag tartalmaz egy 3 milliárd dolláros világbanki hitelt is a brit kormány garancia vállalásával. Az Ukrajna újjáépítésért elnevezési kétnapos konferencia a háború pusztításáról szóló film vetítésével kezdődött Londonban. Amit Oroszország nem tud elvenni, azt igyekszik elpusztítani, ahogyan az Bakhmutban és Mariupolban láttuk. Ugyanezt akarják tenni Ukrajnával is. A gazdaság és a kihívás nagyságrendje valós. A háború miatt Ukrajna GDP-je tavaly 29%-kal esett, visszamondta Rishi Sunak brit kormányfő. A rendezvényen több mint 60 ország vezetői képviselői vettek részt. Az ukrán elnök online csatlakozott. Ukrajna aktiválta a szolidaritás minden erejét, azt, amiért az EU-t létrehozták, és Ukrajna megmutatja a NATO erkölcsi erejét is. Ez mindannyiunk számára fontos, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Az Európai Bizottság elnöke méltatta az ukrán nép ellenálló képességét és az Oroszországtól független újrakezdés iránti vágyát. Alig több mint egy év alatt az ukránok eltakarították a romokat 2000 kilométernyi útról. Több mint 40 hidat építettek újjá, felújítottak 900 vasútállomást és raktárat. Mindezt úgy, hogy közben a saját túlélésükért vívnak háborút, emelte ki Ursula von der Leyen. Több vezető hangsúlyozta a részvétel fontosságát Ukrajna jövőjében, amely az Ukrajna Üzleti Kompakt elnevezésű befektetési kezdeményezés célja.